Vasárnap reggel 9 van, ma elindulunk a Universal stúdióba, este pedig Oscar. Ez itt Los Angeles, én pedig Milán vagyok. Ő meg Zoli. A lakást még meg akartam nektek mutatni, mert igazán cuki, plusz nagyon jó helyen van. Például van egy tök nagy konyha. Egy szuper kis nappali. Érkező és fürdőszoba. És itt van a mi szobánk is, ami, hát igen, egy ágyunk volt és egy takarón kellett osztoznunk, de sok jó kis helyen is elfér. És a legjobbat nem is mondtam, ugyanis a helyhez tartozik egy nagyon frankó kis tetőterasz. Amúgy a szobát Airbnb-n találtuk, egy olasz lány Nina adta ki nekünk, aki szuper kedves volt, mutatott nekünk helyeket, hogy hol együnk, hol ígyunk, hol reggelizzünk, hol kávézzunk, szóval teljes szolgáltatást kaptunk. Hogyha esetleg ti is Los Angelesbe jönnétek, és érdekelt titeket a hely, akkor lent megtaláljátok a linket. Szóval a Universal stúdióba fogunk ma kezdeni, ami igazából egy vidám part, szóval ez inkább nekünk lesz jó, szerintem, mint nektek, de azért majd lövünk ott pár képet. Én azt nem tudom egyébként, hogy mondtam el, hogy béreltük egy Chevrolet Camarót. Egy kabriót. Ez a stúdió gyakorlatilag ilyen kis városrészekre van osztva. Ha például Harry Potter, Jurassic Park, vagy például itt van pont a Simpson családvárosa, Springfield. Moose Pubból, Dubsörrel. Azzal együtt, hogy ellátogatsz a Springfield-be, bejöhetsz a Krusty Krabbe is, és nyomhatsz egy Simpsons hamburgert. Baromi jó volt. Mondjuk 10-re jöttünk ki, most este 6 óra van, erre egy egész napot rá kell szánni. Most ezt befejezzük, jól lejártuk a lábunkat, elmentünk mindenre, amire tudtunk, és most pedig megnézzük, hogy mi újság az Oscar táján. Közben beesteledett, végeztünk a Universal stúdióba, és most elmegyünk, mi zajlik az Oscaron, mert hogy itt van tőlük egy kilométerre. Az Oscart a Hollywood Boulevardon, a Dolby Theaterben rendezünk meg, ahol éppen most tartunk, és megnézzük, hogy éppen mi folyik itt. De azért van egy sejtésem, hogy valószínűleg nem fogunk túl közel jutni a dologhoz. De persze ettől függetlenül oda fogunk menni, megpróbálunk valamit látni, ha más nem megiszunk egy sört, és onnan nézzük az Oscart. A Hollywood Boulevardon van a Walk of Fame is, ahol a csillók vannak lerakva a járdára, amit szerintem már mindenki látott, ahol különböző rendezők, színészeknek a nevei vannak feltüntetve. Tök érdekes, meg minden. Igen, hát ahogy sejtettem, az egész Dolby Theater környéke le van zárva, úgyhogy ilyen mezitlábas turisták nem nagyon tudnak a közelébe jutni. Viszont tegnap egész véletlenül betévedtünk oda, és csináltunk pár fotót arról, ahol fognak sétálni ma a hírességek.
amit látjátok, tényleg le van zárva az egész utca. Most itt még végig sétálunk, azért megnézzük, hogy éppen mi van itt, de lehet, hogy iszünk egy pár sört. Ennyi volt már a vlog, találkozunk Los Angelesben. Me when I